Még soha nem volt véradás a vállalkozás fejlesztési irodaházban egészen szerda délutánig. A Vásárhelyi utcán található épületbe 15 és 18 óra között várták a véradókat tegnap délután. A véradást a Magyar Munkaügyi Alapítvány szervezte. A Magyar Munkaügyi Alapítvány az mind Makón, mind pedig a megyében elég jelentős tevékenységet folytat, tehát civil területen, nyilván munkaügyi vonalon is, de egyéb más módon is próbálunk segíteni az itt élőknek, és hát ennek kapcsán jött, hogy esetleg egy véradással megpróbálkozunk, adva volt a helyszín, adva volt a feladat. Bízunk hozzá, hogy az elvárt 20-30 fő az meg lesz, tehát mi ebbe bízunk. Ismerősökön keresztül nyilván, amit kaptunk, a szolgáltató plakátokat, illetve az újságban hirdettük a véradást. Azért tartjuk fontos, hogy ez mindig egy aktuális kérdés, nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is. Általában vagy, hát egy picit hiány van, bizonyos vértípusokból úgy tudom, hogy folyamatosan hiány van, és hát ezért gondoltuk azt, hogy akkor itt helyi szinten is, hogyha lehet, akkor tegyünk. Ha ez a mai nap jó sikerül, akkor megpróbálnánk rendszeresen, tehát fél évente, talán évente egyet. A Magyar Vöröskereszt nagyon örül a kezdeményezésnek, hiszen a vérre óriási kereslet van az egészségügyben. Az irodaház vezetői kerestek meg bennünket, hogy szeretnének véradást szervezni. Nyári időszakban gyakori és évente előforduló probléma, hogy nagyon kevés a véradó, nagyon kevés a vér. Problémákkal küzdünk, nem csak itt a területen, hanem országos szinten, és ezért is nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és nagyon várjuk a véradókat. Én úgy gondolom, hogy a nyári szabadságolások döntően befolyásolják ezt a véradókedv csökkenést, úgymond, illetve hát a nagyobb vérhiány, hát ne menjünk messzire, itt van az M43-as, illetve hát országosan is hallhatjuk napi szinten, hogy nagyon sok baleset, és igen súlyos balesetek történnek, amiknek sajnos vérigényük is van, nagyon mennyiségű. Minden vércsoportú véradót nagyon várunk. És itt a területen bevezettük már most harmadik éve, hogy augusztus egy kicsit próbáljuk fölrázni, egy véradó tombolát szervezünk, tehát minden intézeti véradó napon megjelent véradók között természetesen a makói vállalkozók által fölajánlott tombolatárgyakat sorsoljuk ki, illetve augusztus 20-a körül szokott lenni a retrovéradásunk, ami már évek óta sör és szendvics, amit kapnak pluszként a véradók az egyéb juttatások mellé. Aki szeretne vért adni és ezáltal segíteni embertársain, a következő helyszínen és időpontban teheti meg. Minden hétfő és csütörtöki napon van a véradóállomáson véradás, hétfőn 9-től 14.30-ig, illetve csütörtökön 9-től 1 óráig. Tehát minden héten, ezeken a két napon.